Sziasztok! Ez az idei évnek az utolsó videója tőlünk, és mivel nagy volt az utóbbi időben a karácsonyi hajtás, tehát készítettünk ajándékötletes, meg dekorációs videót, meg minden olyat próbáltunk, ami ugye igényesebben van megvágva, ezért gondoltunk arra, hogy most a két ünnep között jön egy lazább tag videó, ami főként hát rólunk fog szólni, de mivel szilveszterre nem tudtunk most úgy kitalálni olyan dolgot, ami tényleg hasznos lenne nektek, tehát most sütit, vagy nem tudom, dekorációt nagyon nem szoktak az emberek felrakni szilveszterre, ezért úgy gondoltuk, hogy akkor inkább jön egy olyan kérdéssorozat, ami elmondja, hogy nálunk hogy nézett ki az előző év, hogy fog a jövő év, meg az egészet így hogyan éljük meg, úgyhogy reméljük, hogy élvezni fogjátok. Az első kérdés az, hogy mit fogunk csinálni szilveszterkor. Nos, az én tervem az, hogy a barátnőimmel leszek, nem vele, hanem az osztályból a barátnőimmel, és igazából még nincsen konkrét tervünk, tehát vagy együtt elmegyünk valahova, vagy valamelyikünknél leszünk, még annyira nem körvonalazódott, de reméljük, hogy jól fog telni az este. Nekem az a tervem szilveszterre, hogy az évfolyamtársaimmal, illetve egy barátaimmal fogok egy házi buliban lenni. Igazából váratlanul jött ez a meghívás, hogy ott leszek, szóval ezért is nem Pannival, és ezért is nem más barátaimmal leszek, de nagyon-nagyon várom, és biztosan nagyon nagy élmény lesz. A második kérdés az, hogy van-e bármilyen szilveszteri hagyományod? Panni? Vagy én kezdjem? Én? Jó. Vagy mondhatom én is. Hagyomány. Igazából szerintem nincsen szilveszterkor. Már jó pár éve mindig a barátaimmal szoktam ünnepelni. A családba nem tudom, nem szoktuk meg ünnepelni. Van egy családi ebéd 31-én, és utána pedig mindenki megy a dolgára, szóval ha ez hagyománynak mondhatom. Pannináltok? Igen, nálunk igazából csak a kaja, tehát általában malacot eszünk. Lehetőleg nem anyukám csinálja, hanem akit meghív. És másnap pedig pencse, hát ez ugye ilyen babona, vagy nem is tudom, hogy lencsét kell enni, és akkor szép lesz az év, vagy gazdag igen, leszünk, vagy nálunk is, tudom, hogy mit jönnem pontosan. Szép lesz az év, meg te is szép leszel, meg minden szép lesz. Mi volt a fogadalmunk erre az évre, és hogy sikerült-e teljesíteni. Nekem elég sok fogadalmam volt, ezt bevallom. Ilyenek, hogy spórolok a pénzzel, nem költem el a pénzem a büfében, nyitottabb leszek, nem is tudom. Szóval mind ilyen jó dolog, hogy megjavulok, meg ilyenek. Hát azt előre elmondom, hogy a pénz az nem sikerült, de nagyon sokszor voltam a büfében. Hát egyébként próbáltam tényleg nyitottabb lenni, meg ilyen... Nem sikerült. Panni, ez az éve egy csőt, volt egy pár fogadalmam, de kb. Egy hónappal szilveszter után már is felejtettem, hogy egyáltalán vannak, úgyhogy nem annyira tartottam be őket, ami tudom, hogy hiba, de majd idén befutolom. Nekem az volt az újévi fogadalmam, amire amúgy nem emlékeztem, csak tudtam, hogy a blogban írtam egy ilyen bejegyzést, hogy újévi fogadalmak, és akkor ma visszakerestem, hogy mi is volt nekem. Azt írtam oda, hogy mindig előfordul, hogy nincsen kedvem valahova menni, vagy nincsen kedvem valamilyen programhoz, és aztán a végén mégis tök jól sikerül, és hogy ez volt a fogadalmam, hogy ezentúl nyitottabb leszek. Igazából ezt el is felejtettem, de inkább az évelején már átmentem arra a célra, hogy sokkal optimistább legyek, és próbáljam mindenben a jót látni. És ezzel én elégedett is vagyok magammal, mivel szerintem nagyjából sikerült, próbáltam mindig a jóra fókuszálni, és ezáltal sokkal nyugodtabb is, meg boldogabb is vagyok, meg minden, szóval igen, ennyi. És ebből adódóan a következő kérdés az az, hogy mi a fogadalmunk a következő évre. Én kezdem. Már tudom, hogy beszéltem volna, de én kezdem. Szóval az én fogadalmam az... szerintem az lesz, hogy az időt be tudjam osztani. Igazából erre már nagyon régóta figyelek, vagy hát most már pár hónapra figyelek erre, hogy jól osztam be az időmet, mind a tanulásra, mind a barátaimra, mind a például videózásra, szóval, hogy a szeretteimre elég sok időt fordítsak, de közben minden másra is, ami még engem is boldoggá tesz. És ez most eléggé jól összejött, viszont szeretném ezt folytatni a következő évben is, úgyhogy ez a fogadalmam.
Igen, nekem is nagyon hasonló, tényleg ez az időbeosztás, és leginkább azért, mert nagyon sok időt töltök felesleges dolgokkal, úgyhogy szerintem ez tényleg fontos, hogy jobban be tudjam osztani, főleg mivel a jegyeim múlhatnak rajta, vagy akármi más. A másik dolog az pedig, az is ilyen belső dolog, hogy tudjak egy kicsit lazább lenni, meg egyben optimistább is. Igazából az, amit Lina elmondott, szóval tudom magamról, hogy nagyon sok mindent élbeled utasítok, és rosszul állok a dolgokhoz, szóval ezen akarok javítani, hogy sikerüljön ezt, hogy optimista legyek, és nyitott a dolgokra, és hogy ne vegyem túl komolyan az egész életet. Ja, ez nagyon mély. Ne vett túl komolyan, igen. Ja. Az ötös kérdés az, hogy mi a legjobb dolog, ami történt veled ebben az évben? Nos, nekem nincs egy konkrét legjobb dolog, ami történt velem. Igazából csak annak örülök, hogy akik a barátaim voltak előtte, azok még ugyanúgy a barátaim maradtak. Én már nem vagyok. Ne reménykedjél, már nem vagyok a barátnőtöm. Oké. Szóval, majdnem az összes barátom, aki előtt is a barátom volt, a barátom maradt, és ha lehet, akkor még jobb lett a barátságunk, és ez most már ötszörös szó ismétlés, nem baj. Valamint, hogy új barátokat is szereztem, szóval igazából ki? Ezek nekem helyetted valaki más. Ezek nekem nagyon fontos dolgok, úgyhogy... És így holnap átnevezed, igen. Anasztázia és Panni. Anasztázia és Panni csatorna. Szóval, mi volt a kérdés, ami pontosabban volt? Hogy a legjobb dolog, ami történt velem? Hát a legjobb dolog, ami történt velem, az az, hogy lett egy barátom, amit már minden ennek az álom. Mit mondjak, hogy mondjam? Nem csak ez olyan, amit akar. Nem lennének barátom. Igazából nincsenek barátaim, és lett egy barátom. Szóval nem. Csávolj, ez a lényeg. Ez a, ennyi a lényeg. Igen, szóval... Nem mindegyek, hogy játszom. Ennyi. Ez a legjobb dolog szerintem, ami idén történt velem, mivel nyilván ennyi idős korban már mindenki vágyik erre, és... Panni még úgyis. Jó, nem szivatlak, nem. Igen, nézzük a következő kérdést. Mi a kedvenc kaja, amit szilveszter feleztek? Mivel szilveszterkor mi csak mencsét eszünk. Mivel szilveszterkor csak meg... Micsoda? Mivel szilveszterkor csak megpihálom. Mi a kedvenc kajám? Bármikor máskor a szilveszter is a kedvencem. Most erre nincsen külön izé. Egyet értek Linával, ez szerintem egy hülye kérdés, mert... Hát jól malacot azért megeztem, de... De nekem tök mindegy, a lényeg, hogy szeressem amúgy is. Mit tanított neked a tavalyi év? Nekem leginkább azt tanította, hogy soha nem úgy történnek a dolgok, ahogy elképzelem. Tehát volt, hogy teljesen máshogy történtek, mi ahogy elképzeltem. Tehát minél inkább képzelek el valamit, minél részletesebben, hogy ez majd úgy fog történni, az majd úgy fog történni, akkor szinte 100%, hogy biztos nem. 100%, hogy nem úgy fog történni. Most nem arról beszélek, hogy jól írok meg egy dolgozatot, és akkor arra gondolok, hogy ötös lesz, és mennyire ötös lesz, és aztán egyes lesz, szóval... Bár ez is igaz! Szóval olyan dolgok, amik teljesen bizonytalan, de azért elképzelem, hogy majd így fog történni, és akkor biztos, hogy nem, tehát igazából felesleges is elképzelni dolgokat előre, hogy történik majd meg, nem úgy fog, és hogyha úgy képzelem el, hogyha direkt az ellenkezőjét képzelem el, húha, ezzel szóval ezt nem tudom. Ezt tanultam idén. Most nem mondtam a kifejtett változatot? Hát nem tudom, inkább nekem ebben az évben csak az van bennem, hogy hálás vagyok a szüleimnek, a barátaimnak, hát a tanáraimnak, nem? De csak így gondolkodom, hogy kik vannak az életemben, de nem igazából lesz, hogy bármi, ami jó történt velem, az azért történt, mert mások segítettek rá, másokkal voltam, de például a szüleim elengedtek valahova, akkor azt ugye nekik is köszönhetem, és szóval bennem inkább ez van. Mivel nagyon kemény, nem is sehova. Nem, de most ez egy komoly pillanat, Panni. Erről beszélek. Te semmit tettél hozzá az életemhez, ezt tudjuk, de... Úgyis nem, bearanyozom a napjaimba. Következő kérdés. Hogyha egy szóval összefoglalhatnád az egész évedet, akkor mi lenne az az egy szó? Hát
egy szóval, hogyha tudnám jellemezni, szerintem az, hogy véletlenek. Nagyon sok véletlen volt az életemben most, 2014-ben, és ezek aztán kihatottak a későbbi dolgokra is, szóval hát nem tudom ez. Nekem igazából mondjuk azt, hogy szerencse. Szerintem nagyon sok szerencsés dolog történt velem idén, ami nem feltétlenül ilyen nagy dolgok, viszont nem gondoltam, hogy meg tudnak történni, szóval én nem tettem sok mindent hozzájuk, csak úgy szerencsés voltam is. Hát ez egy szerencsés év volt. Következő kérdés az, hogyha lehetőségünk lenne arra, hogy egy emléket az elmúlt évből újraéljünk, akkor melyik lenne az? Volt nyáron 3 nap, amikor együtt voltunk így a barátnőinkkel, és nem voltak szülők, és igazából azt csináltunk, amit akartunk, és az nagyon jó volt, tehát így déli pizsamában, aztán pizzáztunk és filmeztünk, szóval ez egy tényleg nagyon jó 3 nap volt, úgyhogy ezt szívesen újraélném. Nekem 4 nap volt a nyáron, amit újraélnék nagyon-nagyon szívesen, ez pedig a Strand Fesztivál volt, mivel az volt életem első fesztiválja. Pár barátnőmmel vettem részt rajta, és az egy hatalmas élmény volt. 4 napig állandó buli. Hát, igen. Melyik a legjobb hely, ahol 2014-ben voltál? Nekem 2014. szeptemberében a legjobb hely, ahol voltam, az Németország volt. Az osztályjal voltunk osztálykirándulásra egy hetet Hamburg környékén, és az egy gyönyörű hét volt, nagyon sok érdekes dolgot csináltunk, és egy teljesen más kultúrát ismertünk ott meg, mivel olyan volt kicsit a hangulata, meg a házaknak a stílusa, meg minden, mint hogyha Angliában lennénk, mivel már ugye eléggé közel is van Angliához az a rész, szóval az számomra egy nagyon nagy élmény volt, és oda nagyon szívesen visszamennék. Az az igazság, hogy én nem nagyon voltam külföldön, úgyhogy egyből 2 hely ugrott be. Én Magyarországon belül, ahol voltam, is nagyon tetszett. Az egyik az Balaton-Almádi mellett, egy barátnőm nyaralójában, amikor mentünk. Majdnem egy hétre mentünk, és az egy nagyon jó hely volt, meg hát ugye Balaton, meg nyáron minden, szóval. A másik pedig, ahol osztálykiránduláson voltunk, Sopronban. Leginkább az is az emlékek miatt, de egyébként nagyon szép város, úgyhogy nagyon tetszett nekem. Ennyi lett volna ez a szilveszteri tech videó, reméljük, hogy tetszett nektek mind a kérdések, mind a válaszok. Nagyon boldog új évet mindannyiatoknak, és kellemes szilvesztert! Sziasztok! Sziasztok!